napokig hevert egy 20 000-es az Astoriánál, úgyhogy senki nem tudta elvinni. Jó estét kívánok! Aki az elmúlt napokban járt Budapesten az Astoria környékén, azt tudja, hogy mi tartotta lázban a járókelőket. Egy 20 000-es. Egy olyan hatalmas 20 000-est formáló ábra, amelyet valakik egyforintosokból tapasztottak le a járdára. Mivel az alkotók szőrényszálán eltűntek, egyelőre senki nem tudja, hogy mi lehetett a céljuk. Meg hát azt sem, hogy vajon mitől tartanak. Minden esetre ma érkezett a szerkesztőségünkbe egy rejtélyes telefonhívás, hát vagy viccből, vagy azért, mert a titokzatos alkotók mégiscsak reméltek némi népszerűséget. De hogy aztán mi történt? Kedreggelig minden a legnagyobb rendben volt az Astoriánál. A villamosok csilingeltek, az autók tülköltek, mindenki a dolgára sietett. Kedd óta azonban a legtöbb ember lecövekelt a járdán, és meretten az aszfaltot bámulta. A ráérősebbek még egy kicsit meg is piszkálták a földön fekvő fényes érméket. A betonra ugyanis valakik egyforintosokat ragasztottak. A rejtélyes csillogó forintok ráadásul alakzatban rendeződtek el, amolyan modern gabonakör módjára. Egy emberi fejet látok itt én rajta, meg egy számokat, mást. Nem tudnák kivenni valamit. Mind ötlet nagyon jó pokol, csak nem tudom, milyen cél szolgál, meg ki által került ez ide. A választ 8 emelet magasan találtuk meg. Innen már világosan látszott, hogy a pénzdarabok egy 20 000 forintos bankjegyet ábrázolnak. Minden felirat és száma helyén volt az óriás pénzen. Még Deák Ferenc arcképét és a hologramos sávot is lemásolták a titokzatos művészek. De hogy kik és miért teremtettek új pénzt a Pesti utcának, azt ma délutánig senki sem tudta, még a közeli irodaház biztonsági főnöke sem. Fiatalok egy csoporttal jelentkezett két nappal ezelőtt az éjszakai órákban, hogy szeretnének filmet készíteni Deák Ferenc emlékére, és ők egyforintosokból kirakják a 20 000-est. Mivel közterületről van szó, természetesen semmi akadályt emögé mi nem gördítettünk. A biztonsági őrségünk jelzése szerint a képzőművészeti főiskoláról érkeztek a diákok. Csak hogy az említett iskolában nem tudtak arról, hogy bármelyik diákjuknak köze lenne a titokzatos műhöz. Arra gondoltunk, talán a biztonsági őr tévedett, ezért megkerestük a Színművészeti Egyetemet és az Iparművészeti Főiskolát is, de a válasz ugyanaz volt. Nem az ő tanulóik alkották az óriási 20 000-est. Ekkor nyomozni kezdtünk, de nem jutottunk eredményre. Ma délután azonban váratlanul telefonon jelentkezett egy hölgy, aki azt állította, kapcsolatban áll az alkotókkal, és a fiatalok telefonon válaszolnának kérdéseinkre. Sőt, arról is biztosított, hogy a pénzek ragasztásáról készült filmet rendelkezésünkre bocsátják. Egész délután vártunk rájuk és a filmre, de az adás előtt másfél órával a művészeknek inába szállt a bátorság. A titokzatos kapcsolattartó azonban elárulta, hogy a nagy mű a szagold alulról az érem másik oldalát nevet viseli. Hogy miként találták meg a Fókusz riporterét, ugyanúgy rejtély egyelőre, mint az, hogy miért készült az ábra. És azt is homály fedi, mitől gondolták meg magukat a művészek. Az elmúlt két napban a fővárosi közterület felügyelet is megszállottan nyomozott az anonim művészek után. Felszedni az érméket ugyanis akkor még lehetetlen volt. Az igazgató úr minden esetre azt üzeni az ismeretlen alkotóknak, hogy nincs félnivalójuk, a hivatal nem fogja megbüntetni őket. A köztisztasági szabálysértés kategóriáját álláspontom szerint ez a felragasztás nem meríti ki. A pénzrugásról szóló BTK rendelkezést hatályon kívül helyezték, és igazániból ebben sem fér bele. Ebben konzultáltam a Vámis pénzügyőrséggel, illetőleg a Magyar Nemzeti Bank illetékesével is. Illetve a közterület engedély nélküli használat, ami még számításba jöhetne, azonban gyakorlatilag itt ezt a közterületet végül is bárki bármilyen azonos feltételekkel igénybe tudja venni, tehát nem zárták el a közterületet. Ma estére a filmből készült 20 000-es szintet teljesen széthordta a tömeg. Ha az ismeretlen alkotóknak csak az volt a céljuk, hogy az egyhangú budapesti utcaképen legalább pár napra javítsanak, minden esetre sikerült. És ha még hozzáveszünk, hogy a felkapart egyforintosokból jó páran gyarapították is malac persejüket, végképp megérte, és gálás dolog volt egyforintosokból 20 000-est gyártaniuk. Az aj fülsüketítő, a gőztől pedig alig lehet látni.